Another visitor. Stay a while. Stay forever. Szervusztok, kedves Skyrimerek! Egy új dologgal, illetve hát nem új dologgal, annyira ismerkedtem meg, nem is olyan régen. Ezt úgy hívják, hogy CTD, más néven Crash to Desktop. Ez annyit tesz, hogy az egyik pillanatban még játszol, a másik pillanatban már kirohadt az egész játékod, és bámulhatod a desktopod, azaz az asztalod a Windowsban. Úgyhogy a modpack az átesett egy hatalmas, nagy adag változtatáson, amit majd ugye régió szokás szerint be fogok nektek mutatni, ahogy a modok sorra kerülnek, illetve hogyha van kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor azt ott fogjátok megtalálni. Vadonatúj kis karakterem, konkrétan, jó, ezt persze nem akartam így. Itt a Lakeview Manor tulajdonosaként ébredt föl, ugye a változatos kezdés módnak köszönhetően. Tulajdonképpen egy olyan altmer, azaz erőteljes, hogy hogy hívják ezt, high elf, magas elf, vagy mondjuk nemes elf. Igen, azt hiszem a nemes elf lesz a megfelelő kifejezésre. Tehát ő egy olyan nemes elf, aki nem igazán, így ide állok ugye az emberkék mellé. Egy nem igazán tök... Jó, dumáld ki magad. Tehát egy nem igazán tökéletes vérvonalba tartozó nemes elf, aki emiatt ugye a talmorok szokása szerint ők legyilkolják a nem tökéletes vérűeket, ő megszökött óriási üldöztetéseken ment keresztül, még egy különleges kissé vadállatias, aki ismeri, Gangrel, vámpír fogadta be. Végül őket is elkezdték üldözni, a vámpír meghal, de előtte még megkérdezte őt, és ő beleegyezett, hogy a vérvonalát tovább örökíti, melynek szinte talán utolsó tagja. Ezért vannak érdekes képességeim, nem csak vámpíros, hanem werewolfokat, azaz vérfarkasokat támogató modulnak köszönhetően, ami ugye majd persze bemutatásra kerül szintén. A modpackből, mivel annyira pusztulgatott, ezért kivettem egy nagy rakás modot, player home-ok, segítők mentek a süllyesztőbe, a modpack az lecsökkent kb. Fele akkora méretre, valamint az összes modot kitisztítottam mindenféle segédprogramokkal, emellett pedig a játékba mindenféle memória management programot raktam bele, még úgy pluszban. A nemes elfeknek egy különleges tulajdonsága van ebben a játékban, ami igazán különleges, az, hogy be tudnak időzíteni egy ilyen contingency nevű dologba varázslatokat, amik bizonyos előre definiált körülmények esetén történnek meg. Hát nálam jelen pillanatban egy területre ható soul trap van, ami akkor kezdődik, amikor csatába kerülök. Ezt az arcane novát kellett használnom akárhány alkalommal ahhoz, hogy megkapjam ezt a különleges képességet. Vannak vadállati képességeim, mint ilyen különleges vámpírnak, amit kitaláltam. Csatában felgyorsulok, persze ez nagyon szívja le a kitartásomat, ami napfény esetén eléggé veszélyes. Érzem az a lények, az emberek szagát, ókösztönszerűségem van, és így tovább, és így tovább. Elég érdekeset tudtam ebből így összehozni. A modpack az ugye maradt a Perma néven elhíresült, Percus Maximus néven elhíresült pack változtatások között, raktam be új szörnyeket, harci nehezítéseket, sárkánycsata nehezítéseket is. Van jó néhány küldetésem, küldetés modokat ugyanis viszont raktam bele, hogy érdekes kalandok legyenek a játékba. Ó, és van egy osztálylépésem is.
Amint látjátok, ő egy harcosabb karakter. Mire kéne költeni? Szerintem még staminára, de lassan a mágiát is növelem, mert beálltam a varázsló kollégiumba. Ugye itt vannak a különleges skillfák, ezt már korábbi videókban mutattam nektek. És hát az ő kis története az, hogy ugye végül is így mesterét vesztve, mesterét és barátját elvesztve egy hajó gyomrában átmenekült Skyrimre, ahol mivel ott is, hát mondjuk úgy, hogy nem megfelelőek voltak a körülmények, az előbb mutatott kis házikóban ő alvásra szenderült, ugye itt lent, aminek a tulajdonosaként kezdte a játékot, na, így itt, és hát 1-200 évvel később fölébredt, körülnézett, és látta, hogy itt háború van körülötte Skyrimben. Ugye a háború az meghozta azt a vérmennyiséget a jelentős mennyiségi hull által, ami az ő fennmaradásához szükséges. Azon egy kicsit meglepődött, hogy ő itt elkezdett járkálni ugye a szokásos Riverwood és Helgen és egyéb útvonalon, és hirtelen elkezdték hősként ünnepelni, hogy ő micsoda királyságos, hogy sárkányokat tud legyőzni, és kiszívja a lelküket, szinte már mint egy szupervámpír, és ennek hatására azért jobb kedvére derült, hát ugye valakit egyfolytában kergetnek, üldöznek, korcsként csúfolnak, és így tovább. Ugye, amint látjátok, egy kicsi pocakosabb törpe ő meglehetős tetoválásokkal. Elkezdte kedvelni az embereket, és segíteni nekik. Bár ugye nem a legkedvesebb alkat, de hát mivel udvariasan és kulturáltan fordultak hozzá a legtöbb esetben, ezért hajlandó volt segíteni rajtuk. Gondolom mindenki ismeri azt, hogy miután legyőztétek a sárkányt, akkor föl kell menni ide High Hrothgarba és megtanulni a hang útját. Álljon itt egy kis videó most arról, hogy ez hogy szerepel az ő emlékeiben, és utána rátérünk a kalandokra. Minden jókat, addig is nézzétek az emlékeket. Üdítő itt a hidegben, a napsütés nem égeti annyira a bőrömet. Farkas. Később majd megtanulsz tisztelni. Szükségem van a bőrre. Szükségem van rá. Gyár csak elég. Máskát, hővet, magam körül. Elég erős vagyok hozzá, hogy többet is elbírjak, mint most. 2000 lépcső. Hát, ezt valószínűleg sosem fogom megszámolni. Hófehelyek is elnyílik. Érdekes ez a Thanos hit. Thanos elhozta nekik a szabadságot, Isten nyilvánkedett, miután király volt, és a sárkányokkal beszélt. Az elfek, azaz mi? A népem betiltotta a hitét. Hogy káoszt és viszályt szítson a birodalomban, meglehetősen sikeres volt. A banditákból és egyéb bűnözőkből álló vacsorán mellett a katonákat is fel tudom használni. Mérjük enyhét a vérszomjam, de segíti képességeim felfogását. Érdekes, hogy nem fázik, lehet, hogy ő is vámpír. Vagy csak megszokta a hideget, mint helybéli lakos. Kíváncsi vagyok, mi vár fönn a templomban. Iszonyú hatalmú hangú papokról meséltek fenn a kis falucskában. Night Troll. Szívjuk egy kis energiát belőle. Milyen segítőt próbálnak erre bánni. Jó, hogy ennyire belassul minden harci helyzetben.
Elnézést. Hűséges segítőim, Lydia, aki megfogadta, hogy hordozza a terheivet. Hát, ha ez neki jó. Valamint ez az úri ember. Kipucoltam egy síremléket, ahol a családját valami ellenséges halálvarázsló próbálta meg felhasználni saját. Sötét, buta, koszos és nyomorult ügye érdekében. Végül kipucoltuk a síremlékét, ahol testeket ismét nyugalomra helyeztük. De nagyon céltalannak tűnhet, megkértem, hogy jöjjön veled. Ide beillesztem az Amazon Follower Pixet, mint... módot, amivel ezt meg tudjátok valósítani, szinte bárkit be tudtok állítani a szolgálatotokba. Persze ezt azért immerzíve fogom csinálni, tehát olyanokat teszem meg, akik jól láthatóan nem tudnak mást adni, vagy segítettem rajta és állása. Remélem, lassan utam végéhez közeledek. Kis és sokallom ezeket a lépcsőket. Persze, hogyha lépcső gyűjtenék, lépcső fanatikus lennék, akkor nagyon hasznos volt ez. Tudom, gondolataim furcsák. De kérek, ne bélyegezzetek nekem miatt. Nos, nem mutatom, hogy sírtek. Csodálkoztok a tervetemben. Mégis mit vártok? Hogy emlékezek magamra? Mint egy kis nyomorult görcs törpére. És itt az utolsó kőtábla is. Vetranio, innen is üdvözöllek, szóval eddig játszottad a Skyrimet, most meg fogod tudni, hogyan kell folytatni. Klimeknek megígértem, hogy fölhozom a pakját, miért is ne. Erőm végtelen, hatalmas vagyok, megtehetem. Csomagküldő szolgálatot is tudok folytatni. És itt a templom kapuja. Lássuk. A kilátás mondhatni gyönyörű volt. Megkérem az isteneket, hogy jegyezzék meg, hol tartottam. Itt még nem tudtam, hogy ez hiába. És újra kell kezdenem a mozgatot. Lássuk. Tehát ez a híres tiltott templom. És a szörnyetegek, akik őrzik, meglepően hasonlítanak egyszerű, kartános öregemberekre. Nézzük, mit szólnak hozzám szájukkal. Igen, furcsa ízlésem van a csatában. A Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Mit válaszoljak neki? Sárkány születnek hívsz, mit jelent ez? A hangom erejét? Nem vagyok egy trubadúr. Lássuk, megédesítem egy kis sörrel. Már kiáltottam, kiált csak mást. Tessék, ti akartátok. It is you. Welcome to High Hrothgar. Let's get going. I am Nem megyünk sehová. I speak for the Greybeards. Üdvözöllek, mester. Dragonborn. Why have you come here? A kíváncsiság hozott ide, de mit is válaszolhatnék? Ki akarom találni, mit is jelent sárkány születnek. Nem én vagyok az egyetlen sárkány. Készen állok a tanulásra. Do you have the discipline? A vérmérség. Nos, ez az első lépcső a küldetésnek. Rájuk kell kiáltani, amikor kéri. Most jön a következő. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus your dragon blood gives you an inborn ability. Egyébként tetszik, hogy
amilyen történeteket felépítenek. Nagyon szép filozófiát is raktak mellé. Ez a kis világítás, amit láttok. Hoppá! Miért tartod a kötelemben a kezedet? Melegszik. Most jön a tanítás, a következő lépcső, itt szokott elakadni. Segédmodok nélkül, unofficial meccsek nélkül a dolog. Esetek nagy részében. Először sikongató lábrázást kaptam tőle, mikor itt elakadt, lerakja a földre, szépen oda mentek, és egy idő múlva megérti, beolvasztja így a tudást magába. Tehát megtanultam a szavat. Ja, mondtam, hogy ez a világítás, ez az, hogy érzem a szagát. Egy idő múlva egyébként, egy ideig csak annyit ír ki, a felső sarokban, hogy érzem mondjuk egy elfnek vagy egy embernek a szagát, de egy idő múlva meg tudom különböztetni névről is, hogyha gyakran vannak mellettem. Hát itt például Lídiának már éreztem a szagát, meg tudtam őt állapítani. Ez az áramlás pedig az, amikor egy, mint hogyha egy sárkány lélek került volna nekem, tehát megtanultam a szót és be is aktiválódott. És itt az a dolgom, hogy ők generálnak ilyen kis hologramokat, és őket kell a kiáltással eltalálnom. Nagyjából most nyomom a gombot, és így ezt kell háromszor megcsinálni. Még egyszer. Ennyit kell még mutatnom hangom erejét. Illetve a dához még nem. Köszönöm, mester. Persze. Nem az én mesterem, csak elismerem, hogy mester fokozom. Köszönöm. Na és itt jön az utolsó része majd ennek a küldetésnek. Ugye a nyíllal jelölt hangmestert kell követni kintre. És mindjárt meglátjuk, mi történik. I don't think they've ever ventured outside their monastery. Igen, valószínűleg nem túl sokat mozdulnak ki innen. Hát hozzájuk jönnek az érdeklődők, miért menjenek már. Mit egy tűz? Barátaim, ha gondoljátok, addig melegedjetek a tűznél. Hoppá, ez mi? Csípi a szememet a napfény. Bóri mester. Most megtanítja nekem a következő szót. Kíváncsi vagyok, belegondoltak-e abba, milyen hatalomhoz juttatnak ezzel engem. Nem zavarja őket, hogy mire fordíthatom mindezt a tudást? Majd megkérdezem őket a tesztek után. Igen, tehát itt is az volt, hogy először a szavat tanultad meg, a runákat a földről, utána pedig átadja a mester ezzel az áramlással a tudást. Nézzük csak, ki is választjuk. Meg is kedvenceltük az egészet. Mindjárt bemutatják, hogyha postás hozza a nyugdíjat, akkor milyen gyorsan tudnak lent a kapuhoz érni. Nem rossz, ugye? Egy nyugdíjas, kaftános bölcs ürgőkből. Rendben, legyen úgy, ahogy kíván. Elnézést! Minek állt az utamba? Én de ezt nem mondom neki. A kiáltások se zavarták őket. Sokkal erősebbek, mint hogy kinéznek.
I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Imádom, amit dicsérnek. You are now ready? Köszönöm, mi a következő feladat? Széltorony Jürgen Kürtje? Na és ezzel tulajdonképpen kész is van ez a küldetés rész. Adnak egy újat, hogy el kell menned egy kürtért és visszahozni neki. Azt pedig ugye láthattátok már korábbi videóimból, hogy hogyan kell megcsinálni. Some believe that Dragonborn are sent into the world by the gods at times of great need. Dragons have always in mythic times when mortal kind was in great need. The goddess Kinnereth. Igen, a sárkányok, ha jól tudom, leigázták az egész világot a kezdetekben. Tulajdonképpen a szolgák szolgái vagyunk. He was a great war leader of the Ancient Lords. After the disaster at Red Mountain, he finally came to realize that nagyon minőségi magyar fordítást adtak a srácok ezzel a Skyrim-i Hungarian moddal. Én ennek csak a felét használom, elvileg az összes menüpont, tárgy és a többi, amire ráláttak a vanillában, azt mind-mind nagyon szépen lefordították költőjén, és át is nevezték. Én ebből csak a beszélgetéseket használom, és így csak az én kérdésémet kell lefordítanom. Megpróbálom követni a útját. Megtagadni, használni. A világ sorsa az, hogy az én sorsom az legyen, hogy a sárkányjel sorsát beteljesítje. Ezt a sorsot el tudom fogadni. Mi a hang útja? És ez a kapu, ez itt mi? Oh. Ez olyan erős hideg, hogy még én sem bírok rajta átmenni. Na majd később. És valóban ez majd egy későbbi küzdetés lesz. Nos tehát. Ennyi volt ez a küldetés. Ennyire emlékszem, barátaim. Viszont látjuk egymást következő részben.